estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Egy új korszerű diagnosztikai eszközt vásárolt az egyik székesfehérvári magánorvosi klinika. Erről lesz szó a következő percekben, maradjanak velünk. Multidetektoros spirál CT segíti a diagnosztikát a Budai úti magánklinikán. A gép jól alkalmazható tüdőszűrésre, továbbá gastroenterológiai vizsgálatokhoz is kiegészítő képalkotó eljárásként. Ezt úgy hívjuk, hogy préklinikai diagnózis születik, mondhatjuk egy véletlen diagnózis, valaki elment egy CT. Ma is például a fél órával ezelőtt egy családos kollégának a férjét konzultáltam, aki elment véletlenül egy CT vizsgálatra, és most pánikszerűen jönnek vastagbél vizsgálatra. Tehát, hogy a szerencsés az, aki nincs tünete, de véletlenül eljut valami okból, valami korszerű megelőző módszerre, és találnak valamit, ez általában mindig gyógyítható. Tehát azt szoktam nyugtatni a betegeket, hogy amíg nincs tünet, csak találtunk valamit, azok általában 99%-ban tökéletesen meg is gyógyítható, mert a orvostudomány eljutott arra a korszerű szintre, hogy a korai stádiumú daganatot, a korai stádiumú érszűkületet, a korai stádiumú egyéb betegséget nagyon jól tudja kezelni. A betegszám folyamatos növekedése miatt kevésnek bizonyul az a szakembergárda, akik az egészségért felelősek. Ez globális szintű probléma, de a folyamatos technológiai fejlődés megoldást jelenthet a problémára. A jövővel egy kicsit bajba vagyunk, mert egyre nő azoknak a non-invazív, nagyon érzékeny képi metodikáknak, képalkotó eljárásoknak a száma, melyeket nem csak a diagnosztikában, nem csak a daganatos betegségek utánkövetésében, hanem a prevencióban, a megelőzésben is alkalmazunk. A másik oldalon pedig az orvos, a szakértő orvosok száma bizonyos országokban, de általában Európában is folyamatosan csökken, és az orvosnak az ideje is egyre drágább, vagyis ugye ezek az képalkotó eljárások informatikai alapú digitális képeken alapulnak, és ezek a képek 99%-ban egyébként nem tartalmaznak, csak negatív, egészségre vonatkozóan nem tartalmaznak lényeges információt, inkább negatív vagy normális állapotokat mutató képek, és ezeknek az végignézése, értékelése a közeljövőben egyszerűen fizikai akadályokba fog ütközni. Bármennyi is az új gép és bármennyi is az új beruházás, egyre nehezebb lesz megfelelő orvoscsapatot, orvos szakembert ehhez találni. Erre egyébként kétfajta megoldás van. Az egyik, amit itt is alkalmazunk, ez a telemedicina. Minden radiológiai típusú ellátásban CT, MR diagnosztika, a telemedicina már 10 éve betört a gyakorlatba, de manapság például az endoszkópia, kapszulendoszkópia területén is van erre már mód. Ez lényegében azt jelenti, hogy az orvosnak nem kell folyamatosan a vizsgáló helyen tartózkodnia, és nem ott a helyi értékelő panelen nézi meg a képeket, hanem lehet a világ bármely pontján, utazhat éppen egy repülőn, vagy lehet éppen egy kávézóban Európa másik oldalán, és mégis tud dolgozni, és ki tudja értékelni az ott lévő képeket. A másik megoldás, amiről egyébként az elmúlt 2-3 évben az én szakmám és a gasztroenterológia, endoszkópia, illetve a teljes radiológiai és egészségügyi fejlesztés szól, ez a mesterséges intelligencia. Az elmúlt 10-15 évben a gépi tanulás mellett előtérbe kerültek az úgynevezett öntanító algoritmusok, ami azt jelenti, hogy a számítógép szoftvernek nem kell megmondani, hogy mit keressen, csak meg kell mutatni a képet, és utána meg kell mutatni ahhoz a képhez, vagy ahhoz a eltéréshez társuló diagnózist, és hogyha megfelelő mennyiségű képet, ezt úgy hívjuk, hogy big data, tehát megfelelő mennyiségű adattömeget adunk be a komputernek, és akkor ez az algoritmus tanítható, saját maga megtanul értékelni, és ma például az endoszkópián, tegnap jöttem haza az Európai Endoszkópos Gastroenterológus Kongresszusról, a szakma arról szól, hogy az endoszkópos képek karakterizálásába, értékelésébe a mesterséges intelligencia tudása, az nem, hogy elérte az expertek tudása, hanem kezdi meghaladni. Úgyhogy ez jó is, de egy kicsit kezdünk bajba is lenni, hogy mit csináljunk ezzel a nagy szaktudásunkkal. Lassan a gépek legyőznek minket.
Évente több mint 1 millió ember hal meg az Európai Unió tagállamaiban valamilyen daganatos megbetegedésben. Magyarországon évente több mint 32 000. Ezzel a számmal pedig hazánk dobogós. A megelőzéssel ez a szám jóval kevesebb lenne, de még mindig jellemző, hogy csak akkor fordulunk orvoshoz, ha nagy a baj. Az egészségügyre történő ráfordítások arányát is a jövőben sokkal inkább a prevencióra kellene koncentrálni, és ez a prevenció nem kifejezetten csak egészségnapot jelent, ugye ezt ilyen kicsit viccesen szoktam mondani, hanem bizony nagyértékű képi diagnosztikát is jelenthet, vagy jelent az esetek egy részében. A betegségek, általában a belgyógyászati betegségek, a daganatos betegségek 5-10-15 évvel hamarabb ott vannak már a szervezetben, mint ahogy azok tünetet fognak okozni, vagy tünetet okoznak, és általában például a daganatos betegségekről beszélve, amikor már tünetet okoz például egy vastagbélrák, tehát a beteg elkezd fogyni, vérszegényé válik, véres lesz a széklete, ott már nagyon nagy baj van. Ezeknek a betegeknek 90%-a már nem gyógyítható meg teljesen, és nem adható vissza a társadalomnak. Amikor még ha 5 évvel vagy 10 évvel vissza tudnánk menni ebben az esetben az időben, vagy népegészségi szintű prevenciót kezdünk alkalmazni, akkor olyan stádiumban tudjuk ezeket a betegségeket megtalálni, amely még akár endoszkóposan, vagy minimál invazív sebészi eljárással gyógyítható, sokszor onkológiai kezelés sem szükséges. Ennek mindenképpen része a modern képalkotó diagnosztika, a CT és az MR diagnosztika. Vannak nyilván olyan betegségek, amelyre különösen jól alkalmazható, ilyen például a tüdődaganat. Tehát a korai tüdőrák, a korai tüdőgóc, 1 centi alatti tüdőgócok felismerésébe a CT, az alacsony dózisú mellkas CT vizsgálatok, amelyek lényegében túl nagy dózisterheléssel sem járnak, tökéletesen alkalmasak, és egy 1 centiméteres akár kisejtes tüdőrák, ha sebészileg radikálisan el van távolítva, az lényegében a gyógyulást jelenti a betegnek. Tehát mindenképpen érdemes bizonyos populációkat, például a dohányosokat, például az olyan betegeket, akiknek magasabb a tüdőtaganat rizikójuk, így módon szűrni. Hát az én szakmámról is beszélhetnék, a vastagbél is egy olyan terület, ami ugye a tüdőrák az első daganatos halálok Magyarországon, a vastagbélrák a második. A vastagbél daganat is egy olyan betegség, amelyben a prevencióra nagyon nagy hangsúlyt kell fektessünk. Magyarországon elindult, hála Istennek, a népegészségi szűrés, ez széklet véralapú szűrés, populáció szintű, az első hullám meg is történt Fejér megyében is, országosan is, jövő évben folytatódik még nagyobb beteganyagon a széklet véralapú szűrés, de a székletvér pozitív betegek, illetve egyáltalán a rizikócsoportba tartozó betegek további vizsgálata, az már a szakember dolga, a szakorvos dolga, és itt a hagyományos endoszkópos eljárások mellett említhetünk non-invazív eljárásokat, mint például a CT kolonográfiát, tehát a CT-vel történő vastagbél vizsgálatot, illetve a kapszulaendoszkópiát, ami szintén alkalmas arra, hogy a vastagbél nyálkaártyáját kapszulával non-invazív módon föltérképezze. Nyilván a hagyományos endoszkópiának hatalmas előnye az, hogy a vizsgálat, a diagnózis pillanatában a terápia is megtörténik, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy minden negyedik, minden ötödik szűrt betegnél, néha inkább minden harmadiknál találunk polipot, tehát 50 év fölött a polip gyakoriság az minden harmadik betegnél ott van, előfordul. Ha ezeket megtaláljuk, az endoszkópos eljárás egyből alkalmas arra, hogy egy polip eltávolításos egyszerű technikával, polipektómiával meg is szabadítsuk ettől a daganat megelőző állapottól a beteget, ami lényegében azt jelenti, hogy a következő 5 évben pont zéró az esélye arra, hogy ő vastagbélrákot kapjon. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, hogy szánja rá magát egy ilyenfajta vizsgálatra, különösen, hogy a székletvérszűrés pozitív. A rendszeres szűrés fontos, és ha talált valamit az orvos a diagnosztikában, ma már olyan modern eszközök állnak rendelkezésre, melynek köszönhetően pontos és részletes képet kaphat a beteg és az orvos egyaránt. Az egyik székesfehérvári magánorvosi klinika ezért egy új CT-berendezést vásárolt, melyel kimutathatók a különböző gyulladásos, daganatos vagy egyéb elváltozások. CT alapvetően nem szűrő eljárás, úgy ahogy ezt hallottuk, tehát a CT egy
sugárterheléssel járó radiológiai vizsgálójárás. A primer indikációja az elsősorban a daganatos betegségek, gyulladásos betegségek, egyéb szervi betegségeknek a pontosabb, a diagnózisának a pontosítása, illetve a daganatos betegségeknél az úgynevezett staging. Ez azt jelenti, hogy ha endoszkóposan például valakiben vastagbél rákot találunk, vastagbél daganatot találunk, akkor ugye ezt belülről látjuk, a bél lumene felül érzékeljük, nyilván onnan tudunk szövettant is venni, tehát a szövettani igazolása is megtörténik ugyanannan a vizsgálat kapcsán, viszont azt, hogy ez a daganat milyen összefüggésben van a bélfal rétegeivel, áttöri a bélfalat, ráterjed-e a környezetére, ad-e nyirokcsomókba, vagy távoli szervekbe, májba, tüdőbe áttétet, ezt nem lehet egy endoszkópos vizsgálat alapján megismerni, vagy diagnosztizálni, és ilyenkor következő eljárásként természetesen egy CT vizsgálat szükséges, CT vagy MR vizsgálat szükséges ahhoz, hogy el lehessen azt dönteni, hogy az adott betegnek melyik az optimális kezelési eljárás, primer sebészi eljárást kell alkalmazni, vagy esetleg onkológiai előkezelést, úgynevezett neoadjuváns kezelést kell kapjon a műtét előtt, hogy a gyógyulás irányába vegye az útját. Önök miért tartották fontosnak ennek a gépnek a beszerzését, illetve mit tudhatunk róla? Hát ez egy G Optima 540-es típus számú készülék, ami egy 32 szeletes korszerű multidetektoros spirál CT. Lényegében minden vizsgálatra alkalmas, amit ma CT, azokban az indikációkban, amelyeket ma CT-vel javasol az orvostudomány megismerni és pontosítani, kivéve a szívkoszorúsér CT vizsgálatot. Ahhoz a nagyon gyors ez a gép, tehát a beteg feje búvjától a lábujjáig 30 másodperc körül végigér, viszont a koszorúsér festéséhez a szív dobogása és működése miatt még ennél is gyorsabb, akár két detektoros, akár pedig még nagyobb szeletszámú készülék lenne szükséges. Ebben az irányban nem akartunk elmenni, mert a kardiológia nem a vezető profilunk, de az én szakmámban, a gasztroenterológiában ez a gép mindenféle diagnosztikus eljárásra képes, beleértve a has- és kismedence kontrasztos CT vizsgálatait, a CT kolonográfiát, ami a vastagbél CT vizsgálatát jelenti, a CT enterográfiát, ami a vékonybél CT vizsgálatot jelenti, illetve a CT angiográfiát, amely az erek állapotáról, esetleg a vérzések helyéről ad tájékoztatást. Tehát mondhatjuk, hogy szinte a legkorszerűbb, legmodernebb gép, és nagyon pontosan tud dolgozni. Igen, hát a felbontása ennek a készüléknek az fél milliméter környékén van, ami bőségesen elég a mai diagnosztikus igényt tekintve. A kontraszt befecskendezés és a képsimítási eljárások pedig jó részt automatikusak, ezáltal elsődlendű célunk az volt, hogy megfelelő képminőséget érjünk el olyan szinten, hogy ez előre vigye drámain a gasztroenterológiai és belgyógyászati ellátásunkat. Kevesen tudják, de minden harmadik rákbetegség megelőzhető lenne. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a kort. Az egészséges életmód alapszabályainak betartása mellett fontos, hogy részt vegyünk szűrővizsgálatokon is, hiszen minden daganatos betegség eredményesebben kezelhető, ha korai állapotban ismerik fel. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Remélem, hogy hasznos információkkal gazdagodhattak az elmúlt percekben. Viszontlátásra!